Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt az ATV, köszöntöm a Start nézőit, folytatódik ma reggeli közéleti műsorunk és beszélgetéseink sora. Mi ehhez kapcsolódóan már is mutatunk önöknek egy grafikont, ugye folytatjuk az orosz-ukrán helyzet elemzésével a beszélgetéseinket. Az ábrán pedig azt látják, zölddel jelöltük, hogy hol folynak most a legutóbbi napokban a leghevesebb harcok Ukrajna keleti régiójában. Nagyjából ez igazából nem változott. Az orosz előrenyomulás ukrán területeinek egyébként pirossal jelöltük a színét, ugye abszolút ezt a Luhanszki regiót fedi le. Az állítólagos ukrán ellentámadásokat pedig kékkel jelöltük önöknek, és nagyon érdekes, és mindjárt meg is fogom a ma reggeli vendégünket erről kérdezni, hogy miért tudjuk azt idézőjelbe tenni, hogy állítólagos ukrán ellentámadások, de nem is húzom tovább itt a szót a plazmánál, hanem érkezem Kaiser Ferenchez, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docenséhez. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Jó reggelt, itt a stúdióban, szóval, hogy miért mondhatjuk azt egy támadásra, ami vélhetően létezik, hogy állítólagos, tehát mai világban egy háborús helyzetben nem lehet semmi biztosat tudni? Az állítólagost én kivenném, ugye ami fontos, hogy itt az északi részen innen az oroszok maguk vonulnak vissza, március legvégén, április elején, amikor belátják, hogy nem tudják Kijevet elfoglalni, illetve belátják azt is, hogy a rendelkezésre álló erőkkel nem tudnak három fronton támadni, és az innen visszavont erőket mozgósított, vitték át, vezényelték át a keleti régióba. Tehát ezen területek nagy részét az oroszok maguk ürítették ki. Ugye itt Harkiv környékén, illetve itt Mikolaivnál valóban maguk az ukránok támadnak. Annyira hevesek a harcok pro és kontra, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ki pontosan mit vesz be. Ugye a műhold felvételeken leginkább csak rommá lőtt vidék látszik, és nagyjából ugyanaz a haditechnika, mert mind az oroszok, mind az ukránok zömmel olyan eszközökkel harcolnak, amit még együtt használtak a Szovjetunió idején. Tehát pontosan nehéz megmondani, mind a két fél tesz bejelentéseket, ezeket az idő leellenőrizni. Ami biztos, hogy itt ezen a két részen valószínűleg az ukránok támadnak inkább, míg itt ezen a középső szakaszon lehet is látni, hogy itt van itt egy zsák. Tehát az oroszoknak az lenne a cél, hogy itt van az ukrán haderőnek a legütőképesebb része, ugye eredetileg az ukránok innen Donyeckből, Luhanszból várták a támadást, hogy ezt bekerítsék, felmorzsolják, viszont az ukránok is erre készültek, tehát a legjobban felszerelt, legmotiváltabb, legképzettebb katonáik itt vannak. Itt lényegében állásháború zajlik, iszonyatos veszteségekkel mind a két oldalon. Ön szerint hogyan lehetséges az, hogy egyébként egy ennyire jól felszerelt és ennyivel nagyobb létszámú orosz hadsereg nem bír az ukránokkal? Mi ennek a legfőbb oka? A legfőbb oka az, hogy különleges katonai műveletnek nevezik a háborút. 200 ezer emberrel támadta meg Oroszország azt az Ukrajnát, aminek szintén van 200 ezer katonája. A háborúnak van néhány egyszerű szabály, az egyik az, hogy biztos sikerhez legalább háromszoros érő előfölény kell, tehát minimum 600 ezer orosz katonának kellett volna támadnia. Tudna egyébként ekkora haderőt mozgósítani Oroszország? Igen. Ha bejelentené Putyin elnök, hogy háború van, akkor rögtön mozgósíthatóvá válna az első lépcsőben 2 millió kiképzett tartalékos. Tehát bőven elegendő katona lenne Ukrajna legyőzéséhez. Nagy kérdés, hogy ezt arcvesztés nélkül be tudja jelenteni. És egyáltalán, hogy szándékában állhat-e? Tehát az, hogy ennyire biztonságos vizeken idézőjelben hajózik jelenleg az orosz elnök, az nem engedhet következtetni valami olyan fajta magasztosabb elképzelés, hogy amúgy ő tényleg nem akarna háborút, hanem egy sokkal gyorsabb lefolyású elfoglalására számított ezeknek a területeknek? Nyilván az oroszok eltervezték magukat, a reményeik alapján indították meg a háborút, ez borzasztó nagy hiba, tehát bármilyen cégvezető is tudja, hogy mindig a legrosszabb forgatókönyvre készülünk, és kellemesen meglepődünk, hogyha valami kevésbé nagy ellenállással valósul meg az oroszoknak. Nem volt arra tervük, hogy mi van akkor, az ukránok nem általanak védekezni, mi van akkor, a visszalőnek. Tehát valószínűleg ez egy nagyon jó kérdés. Nem véletlen, hogy nagyon komoly letartóztatások, meg ilyen házi őrizetbevételek is voltak a Föderációs Biztonsági Szolgálatnál, ugye lánykori nevén KGB. Tehát a felderítés, a hírszerzés az oroszoknál óriási betlizett, és maguk az orosz
haditechnika eszközök, meg az orosz haderő sem úgy teljesített eddig, ahogy azt mindenki elvárta tőlük, nem csak a saját hadvezetésük, hanem nyugodtan mondhatom, hogy a nyugati világ, meg itt nálunk Magyarországon is a szakértők ennél sokkal többet vártak az orosz haderőtől, tehát meglepően alul teljesít az elvárásokhoz képest ez a haderő. Ugye május 9-e van, napok óta erről a dátumról beszélünk, nagyon sokan várnak valamiféle bejelentést ugye Putyin elnöktől a mai napon. Ön szerint mit tehet meg? Csak a találgatások mennek, de most a jelenlegi helyzet mondjuk mire enged következtetni? Már megalapozta egy kicsit a tegnap esti bejelentésével, megsimogatta egy kicsit ugye a veteránokat, nem tudom, hogy ez egyébként valami nagyobb volumenű bejelentéshez vezethet-e, vagy inkább a biztonságos vizeken marad itt is, és nyugtáz tényeket, amiket mondjuk idézőjelben már eddig is tudtunk? Putyin abban a kellemes helyzetben van, hogy bármit bejelenthet. Tehát rajta senki nem fog számon kérni semmit. 22 éve élet-halál ura Oroszországban. Nem tudjuk, mit jelenthet be. Ugye mindenkinek van elképzelése, bejelentheti, hogy mégis háború van. Erre mondjuk nem pont egy háború lezárását ünneplő ünnepség a legjobb alkalom, de mondjuk egyszerűbb bármit bejelenthet. Ebben az esetben, ha deklarálja a hadi állapotot, megindulhat az általános mozgósítás, ami borzasztó rossz hír lenne az ukránoknak. Bejelentheti azt is, hogy győzött. Ugye Mariupolt nem véletlenül ostromolják egyre hevesebben az orosz csapatok. Ha ez megvalósul, akkor ténylegesen az utolsó akadály is elhárul. Ugye a térképen is lehet látni, hogy gyakorlatilag itt egy egybefüggő területet hódítottak meg az oroszok. Ugye összekötötték szárazföldi úton is a Krímet az elszakított kelet-ukrajnai területekkel. És ha ez mondjuk megtörténne, akkor az egyúttal jelenthetné a háború végét? Tehát akkor az a Putyin elnök megelégedne, mint győzelem? Nem tudjuk. Tehát Putyin elnök nem avatja Putyin be elnök, a terveibe igen. A világot. Nem valószínű sajnos, mert olyan borzasztó áldozatai vannak ennek anyagilag is, emberéletben is, és az orosz oldalon is. Ugye nem lehet tudni az orosz veszteségeket sem, mert nem közölnek semmit. Amit véletlenül kiszivárog, azt rögtön letagadják. De nyugati számítások, műholdfelvételek alapján legalább 20, de az is lehet, hogy 30 ezer katonát veszítettek csak halottban. A megsemmisült haditechnikának az összmennyiségét már 12-15 milliárd dollárra becsülik, ami nagyjából az éves orosz védelmi költségvetésnek a negyede, ötöde, ami megint egy iszonyatos összeg. Tehát ennyi áldozatért ez a úgymond pici terület, magyarországi területről beszélünk, nem biztos, hogy elég. Ugyanakkor van egy olyan totálisan uralt orosz állami média, amit mindent el tud adni győzelemnek, tehát itt tényleg Putyin elnök majd megmondja. Majd megmondja, az ugye nagyjából hazai idő szerint esti órákban fog kiderülni. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a mai beszédének a tartalma. Nagyon szépen köszönöm Kaiser Ferencnek, hogy itt volt velem ma reggel. Viszontlátásra.